Minden vigasztalás, Istene! Te igazságos ítélettel úgy döntöttél, hogy a földből alkotott halandó test a földbe térjen vissza, de irgalmas terveddel ezt a büntető határozatot a szeretet és az élet bizonyságává változtattad. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke a Baranyai megyeszékhely központi temetőjében kialakított lelkipásztori szolgálat új irodáját. Felföldi László szerint ez egy nagyon fontos szolgálat. Egy család egy ember életében a legeslegnagyobb próbatétel a gyász. Valakinek, szerettünknek az elvesztése, halála, és ebben van egy nagyon nehéz lelki történet, és van egy hirtelen ránk szakadó fizikai feladat, hogy meg kell oldanunk a temetést, meg kell oldanunk irodák problémáit, ügyeit, és ebben a ügyben itt a temetkezési vállalat 100%-osan segít mindenben. De a szertartás részben, hogy egyházilag vagy római katolikus oldalról hogyan tovább, ebben itt természetesen nem tudnak segíteni, és ebben kell nekünk is ideállnunk a gyászolók mellé, és erre óriási igény volt már, hogy itt álljunk az emberek mellett, közvetlen segítséget adjunk, és akkor itt tényleg pár lépés, átjönnek az irodában, és 100%-os segítséget fognak adni abban, hogy az a atya, aki a temetést fogja végezni, hogyan tudunk vele kapcsolatba lépni. Nem csak a technikai tudnivalókban, hanem a lelki részben is segítenek a szakemberek. Itt lesz lehetőség egy picit leülni, egy picit beszélgetni a szomorúságomról, a bánatomról, a gyászomról, és az emberi életnek, hogy egy egészséges emberi lelki életet éljünk, nagyon nagy feltétele, hogy a gyászainkat jól dolgozzuk fel, jól tegyük a helyére, tehát ne csak úgy lerakjuk, hanem törődjünk vele, akár a gyerekek gyászára nagyon oda kell figyelni, ebben nagyon érzékenyek vagyunk, és néha pont az ellenkezőjét tesszük, és még nagyobb sebet okozunk, amikor például távol tartjuk a gyerekeket. Tehát sokszor egy gondolattal, egy ötlettel is itt segíteni kell az embereket, hogy ebben a nehéz, komoly szenvedésükben komoly segítséget tudjunk adni. Azoknak is nyújtanak segítséget, akik már régebben elvesztették szerettüket, de még nem tudtak túllépni a gyászon. Több lehetőség van. Az egyik, itt olyan munkatársak lesznek, akik erre képzettek. Tehát szakemberként, nem csak egyszerű irodistaként tudnak itt lenni, nagyon mély, komoly lelki érzékenységgel, és ők személyesen is tudnak segíteni. Ha valaki úgy érzi, hogy az ő segítségük az kiváló az ő lelküknek, az ő szenvedésüknek, akkor alkalmas időben, amikor ugye nincs konkrétan gyász felvétel, temetés felvétel, akkor tudnak találkozni, beszélgetni. Vagy egyszerűen csak fölhívják ők a figyelmet arra, hogy érdemes ezzel törődni, és akkor akár a lelkipásztornál, akár akik ebben lelkileg érzékenyek és tényleg tudnak segíteni, akkor ott kérjenek segítséget a gyász feldolgozásában. Vannak atyák, lelkipásztorok, akik ebben általánosan minnyáján képzettek vagyunk ezen a területen, de van, akik speciálisan is képezte magát, hogy a gyász munkában, a gyász szenvedésének megélésében szakmai segítséget tudjon adni. Tehát ezeket most mind föl tudjuk kínálni, tudunk segíteni, és bízom benne, hogy ennek komoly ajándékai lesznek az emberek, a gyászoló családok életében. Az iroda működéséről is megkérdeztük a megyéspüspököt. Egyszerre mindig csak egy ember lesz jelen, de mindig lesz, és ugyanolyan lesz az iroda nyitvatartása, mint a nagy irodájé. Tehát ahhoz alkalmazkodunk 100%-osan. Tehát amikor a temetkezési vállalat irodája nyitva van, akkor ez is mindig nyitva lesz, és akkor készségesen fogadják az ide betérőket. Utána már aztán személyesen itt mindent meg lehet beszélni, és aztán a következő lépcső mindig a lelkipásztorral való találkozás, aki a temetést fogja végezni. Ez nagyon fontos, mert lelkileg, emberileg a pap csak akkor tud szívhez szólóan beszélni, ha tudja, hogy ki temet, és kik a hozzátartozók. Ezt én évtizedeken keresztül megéltem, és tudom, hogy milyen súlyos
teher ez, és mennyire fontos, hogy ezt jó szívvel, szeretettel tudjuk megoldani. A Szent Léleknek áldása szálljon le reátok, és maradjon veletek mindörökké. Amen. Mondjuk hálát az Úrnak, Istennek legyen hála.